Önök a Pécs TV napi hírműsorát látják január 20-án hétfőn. Köszöntöm nézőinket! Milyen szerepük lesz az önkormányzatoknak az Európai Uniós csatlakozásban? E témáról tanácskoztak ma Budapesten a Megyei Jogú Városok Szövetségének képviselői. A részletekről az elnököt, dr. Toller Lászlót kérdezem majd, aki rövidesen stúdiónk vendége lesz. Az oktatási szféra idei költségvetésének kérdéseit vitatta meg mai rendkívüli ülésén az Oktatási Bizottság. Kíváncsiak voltunk, hogy mire számíthat az ágazat. A nap további eseményeiről szóló hírösszefoglalónk után folytatjuk sorozatunkat, melyben bemutatjuk önöknek a közgyűlési képviselőket. Ma Veller Jánost, a 12-es körzet gazdáját kérdezem terveiről. Kérdéseikkel, észrevételeikkel hívják a képernyőn látható telefonszámokat, vagy küldjenek nekünk SMS-t. Ennyit előzetesen, most pedig jöjjenek a részletek. Az Európai Uniós csatlakozás témaköre állt annak a mai tanácskozásnak a középpontjában, melyet Budapesten tartott a Megyei Jogú Városok Szövetsége, és melyen részt vett Megyesi Péter miniszterelnök is. A hét önkormányzati szövetség vezetőit az elnök dr. Toller László hívta össze, aki most érkezett meg a fővárosból, és már is stúdiónk vendége. Sok szeretettel köszöntöm. Jó estét kívánok mindenkinek, és boldog új esztendőt, hiszen élőben még a városi televízióban nem nagyon találkoztunk mindenkinek, és tényleg egy jó hírrel kell kezdenem. A Megyei Városok Szövetsége elnökeként kezdeményeztem azt, hogy az összes többi települési önkormányzatokat képviselő szövetség elnöke jöjjön össze egy fórumra. Erre a fórumra meghívtam Megyesi Péter miniszterelnök urat, aki igen nagy örömmel tette eleget a meghívásnak, és egy formai dolog talán mutatja, tartalmat visszafelé lehet következtetni. Az eredetileg egy órásra tervezett beszélgetésből, hát több mint másfél óra lett, és így is nehéz szívvel váltunk el egymásról, kiderült, hogy van közös platform. Milyen kihívásokkal kell szembenézniük a megyei jogú városoknak az EU csatlakozásra? Az összes településnek, tehát itt mi csak egy vagyunk a Megyei Jogú Városok Szövetsége ebben a konglomerátumban, hiszen hét önkormányzati szövetség vezetői voltak jelen ezen a tanácskozáson. Ebből a leglényegesebb dolog az, hogy tekintsük át a magyar önkormányzati rendszert. Hiszen 12 éve különböző önkormányzati reformkísérletek folynak Magyarországon, és végül is hát nagyjából kialakult egy európai demokratikus értékekhez és mértékekhez igazodó önkormányzatiság, de hát ez még a 12 év tapasztalatának feldolgozása hiány, hát több sebből vérzik. Finanszírozási gondokat akar a feladatellátások tekintetében, el kell dönteni, hogy mi lesz a település, a régió, a kistérség régió és a kormány feladata az önkormányzati vagy a lakossági feladatok ellátásában. Egy ilyen áttekintésre vállalkoznánk el, ez lenne az első uniós követelmény, mert az úgynevezett szubszidiaritás elve, ami annyit jelent, hogy ott intézzék az ügyeket, ahol a lakossághoz legközelebb van, vagyis ahol keletkeznek. Most ezt az elvet következetesen végig kell vennünk. Erről szól egy önkormányzati reform, amelynek az előkészítéséről úgy fogalmaztam, és átvette mindenki ezt a szlogent, hogy a kezdetnek a végén vagyunk, vagyis a reform elképzelések elkészültek. Ma már tudja minden önkormányzati szövetség, tudja a kormány is, hogy miben van teljes konszenzus. Általában a település mélységi önkormányzati szabályzásban igen. Miben vannak vitatott témák, ebből melyek azok, amelyek egymás közt vitatottak, például a különböző típusú önkormányzatok és a szövetségek között, és melyek azok, amelyek vitatottak a kormányzat és egyáltalán az önkormányzatok között, ilyen például a régiónak a kérdése, amely mint uniós kihívás, és itt térnék vissza az elejére, alapvető követelmény, hogy megoldjuk. Az unió abból nem szól nekünk semmit, hogy arra nem szól semmit, hogy hogyan. De a regionális politikánkat, a regionális szervezeteinket elsősorban az uniós pénzek fogadása okán ki kell alakítani. Igen, a regionalitás az kulcs szóvá vált így a csatlakozás közelettével, és ez egy nagyon komoly együttműködést és összefogást követel. Igen, én nagyon büszke vagyok arra, hogy a rendszerváltás után először a kezdeményezésemre valamennyi önkormányzati szövetség leült egy asztalhoz, és immár szakmai egyeztetést és egy átfogó önkormányzati politikai egyeztetést kezdett el. A másik, hogy ami nem fordult elő még soha, az apró megbeszéléseken túl, hogy platformszerűen összejöttünk az ország miniszterelnökével, ami nem önmagában nem egy nagy dicsőség, hanem a részére is egy elvárás és egy jó szándék volt, hogy igen, kezdjön értelmes párbeszéd arra, hogy a kormány
mint a hatalom, központi hatalom megtestesítője, és az önkormányzatok, amelyek az alkotmányban önálló hatalmi ágat képviselnek, végre együtt értelmesen gondolkodjanak el közös jövőnkből. Ennek van egy hozadéka is, hogy nekünk az Európai Uniós csatlakozásban nem csak ilyen törvényalkotási dolgaink vannak, hanem lesz egy népszavazás, ahol a társadalom fogadókészségét erősítenünk kell az unió tekintetében. Hiszen nem egy egyszerű történelmi pillanat, egy nagyon fontos és történelmi pillanat lesz, de nem csak egy egyszerű történelmi pillanat lesz a csatlakozás, hanem ezzel tényleg teljes jogú tagjai leszünk az uniónak, pszichéssel is. Na most szeretnénk, hogy ezt a pszichés élményt is megélnénk együtt valamennyien. Közös cél és elképzelések tehát megvannak, mik lesznek a konkrét lépések a továbbiakban? A törvényalkotásban már az első fél évben bekerülnek azok a jogszabályok, amelyek nem igényelnek kétharmados többséget. Mi a szövetségben, vagy szövetségek között arra az álláspontra jutottunk, hogy megkíséreljük azt a lehetetlennek tűnő feladatot is, hogy a kétharmados törvényeket szakmai alapon együtt terjesszük akár a parlament elé, és ebben támogassuk a kormányt. Független attól, hogy Gémesi Györgyről van szó, vagy Toller Lászlóról, ugye, hogy két eltérő politikai platformot mondjak, az alapkérdésekben ugyanis egyetértés van. És hogyha mi kétharmados törvényeket az önkormányzatokkal, vagy akár a régióval kapcsolatosan el tudjuk fogadtatni a csatlakozás pillanatára, de legkésőbb 2006-ig, akkor történelmi tettet hajtottak végre az önkormányzatok, szövetségeik és a kormány együtt. Szóval az együttműködés és a szándék ez nagyon kisugárzott mindenkiből, és nagyon gazdag volt ez a rövid másfél óra, amit együtt töltöttünk. Polgármester úr most Budapestről érkezett, de az elmúlt hét végén ennél messzebb járt Rómában. Ott mi történt? Hát meglepő találkozásban volt részem, én nagyon nem szeretek csak úgy utazgatni a világban, de a Ternacsinai testvérvárosunk vezetői, illetve az ottani századszövetség elnöke Enzo Grossi, akit nemrég tüntettük ki, a római idegenforgalmi szerzetek vezetőinek közreműködésével elérte, hogy Róma főpolgármestere meghívott bennünket, tehát nem fogadott bennünket, hanem meghívott bennünket, személy szerint engem egy találkozásra, amely abból az apropóval volt, hogy Róma a művészetek és a kultúra városa, és egy roadshow, egy workshop volt a városban, amelynek a főmenedzsere a főpolgármester úr volt, és ennek apropóján találkoztunk egy fél órát. Én tettem egy ilyen nagyon halvány ajánlatot, kicsit nagyképűen, hogy hát mi lenne, tudom azt, hogy nem lehetünk testvérvárosok nagyságrendbeli különbségek miatt, de talán egy római kerülettel érdemes lenne, mondjuk a belvárosból, ahol a művészetek, a kultúra koncentráltal és a világörökség ugye koncentráltal jelenik meg, összejönni. A válasz meglepő volt, azt mondtam a főpolgármestről, legyenek kicsik és nagyok, legyünk barátok, testvérek, és akkor beszéljük meg, hogy hogyan legyen együtt a közös jövő. Én azt eltattam, egy hosszabb levélben fel fogom keresni. Lehet, hogy valami egész jó kapcsolat alakul ebből ki, amely két területen biztos a kultúra, művészetek területén abszolút hozadékkal bírhat, és a világörökség kezelésében pedig hát modelleket alkothat. Így legyen, köszönjük a tájékoztatást! Nagyon szépen köszönöm! Az oktatási ágazat költségvetési igényeiről határozott hétfői rendkívüli ülésén az Oktatási Bizottság. Az előirányzat szerint több fontos beruházás valósulhat meg idén, egyebek mellett a Pollák Mihály szakközépiskola épületének felújítása és a Rácvárosi iskola bővítése kezdődhet meg 2003-ban. A város költségvetéséből az intézmények működtetésére mintegy 19 milliárd forintot fordítanak ebben az évben. Ez a keretösszeg a szociális és az egészségügyi intézmények, valamint a polgármesteri hivatal működése mellett az oktatási intézmények finanszírozását is biztosítja. Ez azt jelenti, hogy az oktatási ágazat bérköltségét a megnövelt állami normatívának és a helyi önkormányzatoknak átengedett központi adóbevételeknek köszönhetően biztosítani tudja a város, amelynek idén lehetősége nyílik arra, hogy az intézmények dologi kiadásait is növelje, legalább az infláció mértékével. Kevésbé kedvező a helyzet az oktatási intézmények felújítását illetően, ezen a területen csak bizonyos beruházásokat tud megvalósítani az önkormányzat. Lerobbant épületek bőven vannak, mondhatnám a
az Angster szakképző Petőfi utcai épületét ezek között, az Apácai Nevelési Központot, annak művelődési állat kollégiumát és sportegységét. Tehát ezek mind nagy falatok, de azt is érdemes végig gondolni, hogy a jobb állapotban levő épületeinknél nem érdemes-e a kisebb munkákat elvégezni, nem jár ez vajon költség megtakarítással, és nem megvárni, még ott is majd több tízmilliós vagy százmilliós tételek lesznek. A Pollák szakközépiskolának az új épülete, az úgy néz ki, hogy szeptemberre elkészül, ez az egyik, és egy új nagy beruházásunk indul ebben az évben, ez a Rácvárosi Általános Iskola, ez egy 300 milliós program, illetve még néhány apróbb fog indulni, amelyet most nem akarok nevesítve mondani, mert erről még vita van, illetve nem tudjuk, hogy lesz-e rá pénz. Ennek az is az oka, hogy egyrészt szintén pályázati pénzekből szeretnénk megoldani, és ugye ezeket a pályázatokat előbb meg kell írni, aztán meg kell nyerni, tehát valószínű, hogy erre a fél év során, tehát az első fél év során kerül sor, és valamikor a szeptemberi időszakban tudunk erre konkrétumot. De előfordulhat, hogy átcsúsznak a jövő évre. Az Oktatási Bizottság határozata szerint az Óvoda utcai óvoda és a Bánki Donát utcai iskola bővítése, illetve az ANK uszodájának rekonstrukciója is fontos feladat lesz ebben az évben. Az intézményfejlesztés terén a szociális és az egészségügyi intézményekkel összevonva további forrásokat is elkülönítenek. Így egy 200 millió forintos keretösszeg áll rendelkezésre a kisebb beruházások fedezetéül, és 150 millió forintot különítenek el pályázati keretként. Ebből az alapból az intézmények felújításához szükséges pályázatok előkészítését végzi majd az önkormányzat. Viszmajor keretként egy 20 millió forintos pénzösszeget tartalékol majd a város, amelynek képviselőtestülete várhatóan február 13-án dönt az önkormányzat költségvetéséről. Az elmúlt évben a Pécsi Zöldkör, valamint egyéb zöld szervezetek pályáztak az Országos Környezetvédelmi Alapcélerő irányzatra, és nyertek egy úgynevezett tájsebészet elnevezésű programon, aminek az volt a célja, hogy Tolna és Baranya megyében térképezzék fel, hol vannak a településeken, avagy ezek határában illegális hulladéklerakók. Az elkészült felmérés azonban nem teljes körű. Megyénk településeinek körülbelül negyedére terjedt csupán ki. A teljes körű feltérképezés érdekében az idei évben megyei pályázatot hirdettek meg, melynek ez az egyik fő célja. Tiszta környezetért program címmel pályázatot írt ki a Baranya megyei önkormányzat közgyűlésének területfejlesztési, informatikai és foglalkoztatási bizottsága. A program célja a megyében található illegális hulladéklerakóhelyek felszámolása, tisztább lakóhelyi és természeti környezet kialakítása. A program kedvezményezettjei Baranya települési önkormányzatai, non-profit, civil, társadalmi és közhasznú szervezetek. Szerencsére több olyan szervezet van, amelyik már céltudatosan vállalja azt, hogy ezeket a hulladéklerakókat azon kívül, hogy felhívja rá a figyelmét, ennek a megsemmisítésében is szerepet vállal. De úgy gondolom, hogy elsősorban önkormányzatok és civil szervezetek együttműködve tudják ezt megoldani. A támogatásnak az alsó és a felső határa van meghatározva, tehát a 100, illetve a 400 000 forintos összegben. Mi ezt a munkát nem szeretnénk sürgetni, mert azt szeretnénk, hogyha pontosan készen egy helyzetfelmérés adott településen a hulladékoknak a minősége, mennyisége és a fajtájáról is, és a lehető legszakszerűbben történjen ennek az elszállítása, valamint annak a lehetőséget is tudja megteremteni a településen a működő civil szervezet vagy az önkormányzat, hogy próbálják meg megakadályozni, megelőzni azt, hogy még egyszer ez a hulladéklerakó ott kialakulhasson. Tehát éppen ezért a tervezésre szólna tulajdonképpen a tavasznak az első hónapja. És nyár végével szeretnék, ha ezeken a településeken be is fejeződnének a munkák, melyben segítséget nyújt a Biocom Kft. A Biocom Kft. Egyrészt egy szakmai segítségnyújtással vesz ebben a programban részt, tehát segít a hulladékoknak a lokalizálásában, illetve a meghatározásában működik közre. Másrészt pedig egy valóban kedvezményes konstrukcióban vállalkozik arra, hogy a szemetet, illetve a felgyelmet hulladékot elszállítja adott településről, tehát ebben a kettős minőségében kapcsolódik a Biocom Kft. A pályázatokat január 31-éig két példányban írásban kell benyújtani a Baranya megyei önkormányzat címére. Információ és pályázati adatlap kérhető a megyei önkormányzat területfejlesztési irodáján, illetve letölthető internetről a www.baranya2.pecs.hu/baranya honlapról. Amennyiben sikerrel jár a program, lehet folytatása is.
Mi mindenképpen szeretnénk ezt bővíteni, mert azt nagyon jól tudjuk, hogy ez csak egy kezdő lépés lesz ebben az évben. Tulajdonképpen a településeknek a töredék részére terjedez ki, és hát aki járja a megyét, vagy járja Pécset, és akár csak a Pécs városát, látja azt, hogy mennyi ilyen illegális hulladéklerakó van. És hát bízunk abban, ha bár nem tudjuk még a pontosan a központi költségvetési forrásokat, hogy előbb-utóbb, akár még ebben az évben ez úgynevezett központi forrás is igénybe tudnánk venni, hogy lehetőleg minél szélesebb települések körre terjedjen ez ki. Most kérem, hallgassanak meg egy rendőrségi közleményt. A Baranya megyei rendőrfőkapitányság eltűnés miatt államigazgatási eljárást folytat a fényképen rövidesen látható Told Andrea siklósi lakos ügyében. Told Andrea január 9-én lakásáról ismeretlen helyre távozott, azóta magáról életjelet nem adott. A felkutatására tett intézkedések ez ideig nem vezettek eredményre. Személy leírása: 160 cm magas, vékony testalkatú, szeme kék, haja barna, hátközépigérő, melyet lófarokban visel, bőre fehér. Utolsó ismert ruházata: világos kék, hosszú ujjas, cipzáros overall, sötét zöld, sokzsebes mellény, hútaposó csizma. Különös ismertetőjele: jobb lábán a lábfej felett 2 cm hosszúságú műtéti heg látható. Magával vitte személyigazolvány a fénymásolati példányát. Mivel oxigénhiányos szüléssel jött világra, szellemileg visszamaradott. Aki az eltűnt lánnyal kapcsolatban bármilyen információval rendelkezik, hívja a siklósi rendőrkapitányságot a 72-es körzet 579-770-es számon, vagy a 107, illetve a 112-es segélyhívón. Most pedig következzen a hírösszefoglaló a nap további eseményeivel. A Magyar Turizmus RT idei évre vonatkozó akció és marketing tervének régiós bemutatóját tartották Pécsett. A mintegy 3000 programpontból álló dokumentum jó lehetőséget biztosít a Dél-Dunántúl turizmusában érdekelt önkormányzatok, szolgáltatók és vendégfogadók együttműködésére is. A 2003. évi marketing terv egy közel 100-120 oldalas komoly anyag, amit tavaly ősszel készítettünk el, és ehhez kapcsolódik egy akcióterv, ami azt hiszem, hogy jelen pillanatban, és a prezentációnak ez a lényege, a szolgáltatók számára nagyon fontos eszköz lesz az egész év folyamán. Ez egy vadonatúj ötlet, vadonatúj eszköz. Tulajdonképpen az ötlete onnan jött, hogy a szolgáltatókat milyen módon tudjuk bevonni a mi marketing tevékenységünkbe. Tehát feltétlenül egy olyan szemlélettel szeretnénk elindítani ezt a 2003. évet, hogy nem önállóan a Magyar Turizmus RT egy önálló marketing tervet csinál, utána ez alapján dolgozik, hanem közösen a regionális marketing igazgatóságokkal és közösen a szolgáltatókkal. A Dél-Dunántúlon továbbra is az egészségturizmus, azon belül is a termálvízkincs marketingje tartozik a kiemelt feladatok közé, de több figyelmet szentelnek majd a borturizmusra is. Az elmúlt években az volt a jellemző, hogy tulajdonképpen nagyon sok elméleti anyag elkészült a turizmussal kapcsolatban, de ezt a gyakorlatban már nem lett végrehajtva, vagy csak részben tudták végrehajtani, éppen azért, mert az amúgy jól felkészült elméleti szakembereknek nem volt meg a kellő kapcsolata a gyakorlati munkával. És én úgy hiszem, és ezt látom most gyakorlatban, mint az Országos Ügyeleti Bizottság tagja is, hogy próbálják gyakorlati részről jobban megfogni a turizmust, és azt hiszem, hogy ez a legfontosabb feladat, hiszen a turizmus szereplőjének nagyon sok feladata van, de egyedül ezeket nem tudják megcsinálni. Nagy változást várnak ettől az esztendőtől? Az esztendőtől azt várjuk, hogy ne csökkenjen tovább a külföldi turizmusból származó bevételeknek a nagysága. Ez egy elég nagy elvárás, különösen a német piac tekintetében, illetve azt várjuk, hogy jelentősen növekedjen a belföldi turisztikai forgalom, amit már évek óta tendenciaként tapasztalunk, és ezt szeretnénk tovább erősíteni. Az új akcióterv létjogosultságát a turizmus terén érdekeltek igénye is igazolja, de valós mércéje természetesen a vendégforgalom lesz majd. Az egykori Hunyor Hotelban ült össze hétfőn a közgazdasági vezetői kollégium. A Pécsi Tudományegyetem új vendégházában Mang Béla, az Oktatási Minisztérium felsőoktatási és tudományos ügyek helyettes államtitkára nyitotta meg a találkozót. A megbeszélés központi témája a Bologna jellegű kétlépcsős közgazdászképzés volt.
Ez gyakorlatilag az Európai Uniós rendszer, amelynek átvétele már megindult Magyarországon, ám a teljes átalakulás még 2-3 évig eltart. A rendszer a főiskolai, egyetemi képzés kereteit határozza meg. Ennek egyik fontos része a kreditrendszer, amelyet már évek óta alkalmaznak itthon is, ez azonban nem teljesen azonos az európai gyakorlattal. Tehát a kreditrendszer átalakítására is szükség lesz. A témában elhangzott előadások után szeminárium jellegű vitán folytatták az eszmecserét a résztvevők.